A Lázár-Ervén programmodul használatának bemutatása a központi Kréta rendszer felületein. A központi Kréta rendszerbe bejelentkezve, a baloldali menüsorban megjelenik a Lázár-Ervén program menüpont. A menüpontot lenyitva elérhetőek annak részletei. Az első szervezetek alpontban megtekinthető, hogy mely szervezetek lettek regisztrálva, mint a lázár Ervin programban előadást tartó szervezetek a központi rendszerben. A szervezetek neve előtti nyírra kattintva annak részletes adatait is meg tudjuk tekinteni. A szervezetek közötti szűrésre a felületeken szokásos, első sorban található szűrőmezők segítségével van lehetőség, mely szűrésekhez belekattintva az értékek bármelyik részére lehet keresni, valamint a szűrőknél rendelkezésre álló értékekből a kívántakat kijelölhetjük. Ha több összetettebb szűrést alkalmazunk, akkor a lista felett található szűrések megszüntetése gombbal minden szűrőt alapállapotba tudunk visszaállítani. A lista értékeinek későbbi felhasználásához a felső menüsorban elérhető exportálás lehetőséget javasoljuk. A Lázár Ervin program második menüpontjában az előadások kezelésére van lehetőség, ahol megjelenik a jelenleg már regisztrált előadások néhány adata. Egy-egy szervezet, egy-egy előadását, amennyiben több alkalommal is el lehet érni a felületen az intézmények számára, a központi rendszerben egy-egy soron belül lehet kezelni. Az előadás bővebb adatait ezen a felületen is lenyitással tudjuk megtekinteni illetve a szűrők visszaállítása, valamint exportálás lehetőségek is ezen a felületen is elérhetőek. A Lázár Ervin programban regisztrált szervezetek számára új előadást a hozzáadás gomb segítségével tudunk kezdeményezni, mely gombot, ha megnyomjuk, a felugró felületen el kell dönteni, hogy művészeti vagy farm típusú előadást, eseményt fogunk-e felvinni. majd a megnyíló felületen szükséges kitölteni az esemény adatait. Egy-egy előadáshoz leírás is rögzíthető, amennyiben szükségesnek ítéljük. Az előadáshoz meg kell adni további adatként, hogy mely járások és mely évfolyamok számára lesz elérhető. Ezt követően meg kell adni a részvétel adatait azaz minimum-maximum létszámokat, és az előadásnál kalkulálandó tanulókra érvényes árat. A felület alján az előadás adatainak mentésére van lehetőség, mely megnyomását követően visszalépünk a főfelületre, ahol megjelent az újonnan felvitt előadás. Az előadásokhoz szükséges időpontokat is megadni, Mely menüpont az ismételt megnyitás után fog számunkra megjelenni a felületen. Időpont megadásához pluszjelre kell kattintanunk, beállítani az időpont kezdetét, az időpont vége adat automatikusan az előadás hosszából adódik, valamint az előadásnál már rögzített maximum férőhely számot is a felület automatikusan betölti. Csak az időpontok módosítására vonatkozó mentés ezen a felületen is alul az időpontok mentése gomnál található. Újabb időpontot felvinni, ismét a pluszjel megnyomásával kezdhetünk. Előadás kezdetét megadva, majd ismét a mentést megnyomva. Már rögzített időpontot ki tudunk választani, ekkor a színe módosul, alapadatait tudjuk szerkeszteni, és amíg az adott előadás időpontra nincs jelentkezés, az aktív időpont törlése gombot is tudjuk használni. Az előadás adatainak és az időpontok adatainak együttes mentésére a felület fölött található előadás adatai és időpontok mentése gombot tudjuk használni. Az olyan előadásokra, melyekre már történt regisztráció, az értékeket meg tudjuk tekinteni az előadás időpontjain keresztül is. Ahol látható hogy a múltban lévő eseményre, a jövőben lévő eseményre, ha már történt jelentkezés, törlési lehetőségünk már nincs, nem tudunk módosítani. Az olyan időpontok esetében, melyekre jelentkezés már történt, a maximum férőhely számot a jelentkezés mennyisége alá nem tudjuk levinni, de a jelentkezettek számát megadva az előadásra további jelentkezést le tudunk zárni a módosítások mentésével. A Lázár Ervin program felület harmadik menüpontjában riportokat érhetünk el, mely riportokkal az előadásokra, illetve az intézményekre kapunk információkat. Az előadások időpontjaira vonatkozó riportok felületen minden előadás már annyi sorban szerepel, ahány időpontban foglalhatóvá jelentkezhetővé tettük, és ezen a felületen is ugyanúgy, mint a korábbiakban tudunk szűrni, keresni. A felületi szűrők visszaállítása a korábbiakhoz hasonlóan történik, illetve az exportálás az adatok későbbi felhasználására ezen a felületen is elérhető. A felület használatánál az adatok elérése szempontjából elsődleges lehet, hogy egy jövőbeni vagy már lezajlott, lezárt eseményről van-e szó, ezért fontos a lezárt időpont szűrési oszlop, melyben megtekinthetjük vagy csak a múltban, vagy csak a jövőben lévő időpontokat. Az intézményi jelentkezés felületen az egyes előadásokra érkezett intézményi jelentkezéseket elkülönítve tudjuk megtekinteni.